2011 óta 178 ezerrel több gyerek született meg, mint a családbarát fordulat nélkül. Erről beszél Zsigó Róbert, parlamenti államtitkár. Elmondta, hogy az elmúlt években több mint 30 olyan intézkedést vezetett be a kormány, amellyel segítik a családalapítást, a gyermekvállalást és a gyermeknevelést. És Zoltán folytatja a részletekkel. Köszönöm szépen, a Fiatal Családosok Klubjának alapító elnöke, Király Nóra a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tehát számos intézkedés volt, amit a kormányzat bevezetett annak érdekében, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek, hogy otthonhoz juthassanak a fiatalok. Nem sorolom most fel ezeket az intézkedéseket. Összességében nagyjából 4500 milliárd forintot fordított a kormány a különböző támogatási formákra. Azt lehet látni, hogy ez hogyan hasznosult ez a pénz? És hát azt is fontos elmondani, hogy 2011 óta több mint 30 családtámogatási formát vezetett be a kormány. Gyakorlatilag nem volt olyan év, hogy akár több intézkedés is ne került volna bevezetésre. Családszervezetekkel közösen, családszervezetek véleményét meghallgatva egyébként folyamatosan újabb és újabb ötletek jönnek és valósultak meg. Természetesen figyelembe véve az olyan hátráltató tényező, mint ugye a két évig tartó koronavírust, vagy a most már két éve tartó orosz-ukrán háborút, az energiaválságot, amik azért nem hozzák könnyű helyzetbe Magyarország kormányát, de ennek ellenére továbbra is a kormányzás központjában a magyar családok és a gyermekek állnak. És hát ugye van egy komoly versenyfutás azzal a bizonyos termékenységi rátával, aminél ugye az a cél, hogy kettő fölé menjen, tehát hogy egy párnak legalább két gyermeke szülessen, ez volna a cél. Ez szép lassan elkezdett emelkedni egyébként az elmúlt 14 évben. Ugye 2010-ben ez a szám 1,27 volt, utána fölment 1,5 fölé. Most sajnos az előbb említett tényezők. Sőt, hát 2021 miért... szeptemberében 1,8%-os volt, az egy havi csúcs volt. Hát az egy havi az csúcs, igen, éves átlagban az 1,5-öt haladtuk meg, de hát ugye az előbb említett negatív tényezők miatt most nem állunk annyira jól, de a cél az továbbra is az, hogy ezt a bizonyos 2,2-es rátát elérjük, és hát minden gyakorlatilag e körül forog, a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar családok minél jobban, minél boldogabban éljenek, és azért, hogy ne legyen hátráltató tényező az, hogy valaki anyagi okokra hivatkozva nem vállal gyermeket. Többször beszélgettünk már mi is itt a stúdióban a családalapításról, arról, hogy a fiatalok vajon milyen szempontrendszer alapján döntenek arról, hogy elköltöznek otthonról, vagy éppen gyermeket vállalnak. Van két olyan jelenség, amelyre szeretném, hogyha reagálna, illetve hát arra, hogy ez a két jelenséget hogyan tudja befolyásolni ez a támogatási rendszer. Az egyik ilyen jelenség az az úgynevezett Mama Hotel, a másik pedig a Papa Bank. Így van, hát mind a kettő összefügg gyakorlatilag a családtámogatási rendszerrel, hiszen mérések kimutatják, és hát ugye ezeket a kormány folyamatosan figyelembe veszi, illetve hát a családszervezetek, akik közvetlen kapcsolatban vannak a családokkal, az emberekkel, ők is becsatornázzák a különböző véleményeket, és hát az egyik legfontosabb tényező az ugye az anyagi okok, meg az önálló otthon. És ezért is került bevezetésre most már több éve a CSOK, illetve a CSOK Plusz idén januártól, hogy segítse a fiatal pároknak az életkezdését, segítse azt, hogy el tudjanak otthonról költözni, hiszen senki sem vállal gyermeket úgy, hogy nincsen saját otthona, hanem mondjuk a nagyszülőkkel kell élni. Nyilván annak is van előnye egyébként, mert tegnap volt a nagymamák világnapja, és hát tudjuk, hogy egy nagyszülő, egy nagymama, egy nagypapa az hatalmas kincs egy család életébe, de hát mégiscsak a fiatalok ugye arra vágynak, hogy legyen saját lakásuk, saját házuk, és hát a CSOK Plusz azok több százezer embernek, több százezer fiatal párnak nyújtottak segítséget az elmúlt években, és hát ennek köszönhetően tudtak új lakásba költözni, és utána ennek köszönhetően született meg az egy, kettő, vagy akár három gyermekük.
Egy OECD adat van, amely a gyermekvállalással is összefügg. Az OECD a fejlett gazdasággal, fejlett szociális ellátórendszerrel rendelkező országokat tömörítés. Ez szerint az adat szerint 2000-ben 25 év volt az átlag, amikor a nők az első gyermeküket vállalták. 2022-ben, tehát 22 évvel később 29 és fél évre nőtt. Ez Magyarországon egyébként 29 évre. Látható, hogy egyre később vállalnak gyermeket a nők Európa szerte. Milyen társadalmi hatása van ennek? Hát ez is az egyik hátráltató tényező sajnos, hogy nem születnek meg a vágyott gyermekek, mert igen, ahogy mutatják a számok is, egyre inkább kitolódik a szülés időpontja a nőknél, és hiába szeretne egy fiatal egyetemista lány mondjuk nagy családot, három vagy akár több gyermeket, ahogy múlik az idő, ugye nem talál párt, nem tud különköltözni, karriert épít, emiatt tolja azt, hogy mikor szülesse meg az első gyermeke, és hát ugye minél később születik meg az első gyermek, utána egyre kisebb az esélye, hogy meg fog születni a egy vagy akár több kis testvér. Úgyhogy egyébként a kormány ezt is felismerte, ezt a problémát, és ezzel kapcsolatban is több olyan intézkedést hozott, ami arra biztatja a hölgyeket, hogy ne várjanak sokáig, hanem minél előbb, már a 20-as éveik közepén vágjanak bele a családalapításba. Egy intézkedést emeljek ki, az ugye a 30 év alatti nők SZM mentessége, ami szintén ezt a célt szolgálja. Úgyhogy tényleg itt egy komplex család támogatási rendszerről van szó. Próbál a kormány olyan intézkedéseket hozni, ami mind a fiataloknak, a 20-as éveikben járóknak ad segítséget, mind azoknak, akiknek már van gyermekük, beleértve a nagyszülőket is, akár a nagyszülői gyedet említve. Úgyhogy tényleg én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy egy családbarát országban a családok minél jobb körülmények között éljenek, és hogy minél több gyermek szülessen. Ehhez természetesen kellenek az emberek, kellenek a civil szervezetek, önkormányzatok, cégek, de minden abban az irányba megy, hogyha itt vége lesz a gazdasági válságnak, mellettünk folyó háborúnak, akkor bízhatunk abban, hogy visszatér minden a régi kerékvágásban, és újra ez a bizonyos termékenységi ráta emelkedni fog. Fél percünk van hátra a műsorból, említette, hogy a CSOK átalakult, CSOK plusz, megmaradt a falusi CSOK, nagyon sokféle támogatási rendszer van, és friss hír, hogy a babavárónak a határidejét meghosszabbított. A gyermekvállalási határidőt 2 évvel. Ez volt az egyik legnépszerűbb támogatási forma, hogyha az igénylések számát nézzük. Mire elegendő ez a 2 év vajon? Igen, itt kaptak 2 év haladékot a fiatal párok, hiszen a Covid, a háború miatt sokan nem merték bevállalni azt a gyermeket, ami ugye a babaváró hitel vissza nem fizetésének a feltétele, úgyhogy a kormány meghallgatva egyébként szintén a családszervezetek javaslatát, kérését, egy 2 éves monatóriumot állított föl, így azok, akik fölvették 2019 és 21 között a babaváró hitelt, ők még kaptak 2 évet, hogy az első gyermekük megszülessen, és bízunk, hogy ez meg is fog történni minél több fiatal párnál. Királynórának köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.